Több mint 20 napi rendi pontot tárgyaltak az idei első közgyűlésen Tolna önkormányzati képviselői. Bár még csak február van, már az év elején is számos fejlesztést tervez az önkormányzat a városban. Ezek közül most a Paksi Atomerőmű Térségfejlesztési Alapítvány által támogatottak voltak napirenden. Követjük a hagyományokat, tehát most már évek óta óvodákat újítunk föl. Közintézmények közül az óvodák jöttek mindig sorra, és most sincs ez másként. A Zaprajai falva óvodát ugyan már részben történt felújítás, de hát a mosdók még nagyon rossz állapotban vannak, és arra gondoltunk, hogy egy 20 millió forintot ebből a pályázati keretből arra költenénk, hogy azt az óvodát tovább felújítsuk. A városban évek óta folyamatosan újulnak meg a gyalogosok által használt járdák és az autóutak is. Idén ebben is segítséget nyújthat az atomerőmű Tolnának. Évek óta részben jövőnként energiáért alapítványos támogatásból valósul meg. Ugye a tavalyi évben egy 60 millió forintos Bajcsilinszky utca, Szekszárdi utcai járda felújítás volt, és ezt szeretnénk folytatni, tehát gyakorlatilag két rész van még, a Kossuth Lajos utca legeleje, és a volt 11-es előtt, ezt így mindenki tudja, ami gyakorlatilag most még nincs felújítva, és a Kossuth Lajos utcai Magyar Közúttal közösen begyújtott pályázatunk ugyan nyert, de pont ez a két rész, ez kimaradna belőle, és azt szeretném, és a képviselőtársaim erre rábólintottak, így közösen azt szeretnénk, hogyha aztán teljes körűen fel tudna újulni a központba a járda. A Kossuth Lajos utcában más fejlesztésre is készül a város önkormányzata. A vízvezeték hálózatot újítanák fel itt, és a víztoronyban egy pályázatnak köszönhetően. Tolnán a szolgáltató az Erőv, és az ő javaslatukra választottuk ezt a két területet. Ja, ugye a Kossuth Lajos utca, mint ahogy már régóta szó van róla, a Magyar Közúttal közösen kerül felújításra, és célszerű is egyébként először a csöveket kicserélni, az ivóvíz csöveket, és utána új utat építeni rá, hogyha később valami történik, akkor ne kelljen az új utat felbontani. A másik pedig nagyon szükséges a víztoronynak a belső felújítása. Gyakorlatilag erre a kettőre adnánk be, vagy fogunk beadni pályázatot, és ennek az önereje, ami 30%-os, egy ilyen nettó 13 millió forint önerőről, biztosításáról döntöttünk mi. Gyakorlatilag nem kell a bruttó árat fizetnünk, mert az Erőv lesz, ő velük közösen adjuk be a pályázatot, és nettó árat kell csak önerőként biztosítani, úgyhogy azt gondoltuk, hogy 13 millió forint az ugyan nem kevés, de mégiscsak sokkal jobb, hogyha csak ennyit kell biztosítani a vízi közművek felújítására. Tolnán a város képviselőtestülete legközelebb február utolsó csütörtökén ülésezik.